Az élsportolói fogadáson 2017 óta kizárólag azokat a versenyzőket jelölhetik elismerésekre, akik az olimpiai sportágakban világversenyeken indultak, illetve a nem olimpiai sportágakban az adott világversenyen a dobogón végeztek. Békés Csaba polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a profi sportban az eredmények arra jók, hogy a fiatalok meglássák azt, hogy érdemes sportolni, és akiben megvan a kellő szorgalom, az odaérhet a csúcsra. Szarvas Péter hangsúlyozta, a város sokat tesz a sport infrastruktúra fejlesztéséért. Éppen zajlik a sportcsarnok felújítása, kész lett a Szigligeti utcai tanmedence, futópályákat építettünk, és az utolsó is most épül a Csaba Parkban, egy 3 km hosszú futópálya. Úgyhogy gondolunk a civilekre is, és öröm látni, hogy ahogy kitavaszodik, tele van a város futókkal, kerékpározókkal, gyaloglókkal. Tehát igazi szenvedély lett a sportolás, a testedzés Békés Csabán. Az ünnepség elején ketten vehették át a Békés Csaba sportjáért kitüntetést. A gyalogló I. és Ildikó mellett Kerekes Attila, a Békés Csaba 1912 előre korábbi válogatott labdarúgója kapta az elismerést, aki tagja volt annak az együttesnek, amely először jutott fel az első osztályba. Ő máig az egyetlen csabai játékos, aki pályára lépett a világbajnokságon. Az elején, amikor mi 1974-ben fölkerültünk az NB1-be, tehát ott indult már, bár már NB1-be is sok közönség volt, ki szereti a futball Békés Csabába, az egész megyébe, de hát a csúcs az 74-ben, amikor fölkerültünk az NB1-be, és az ott eltöltött évek az NB1-be, hát hol sikeresebb, hol gyengébb volt. Az önkormányzat a 2014-ben elhunyt Medovarszky János mellett Csulik Pálné Bozó Évát és Pásztor Józsefet választotta be Békés Csaba halhatatlan sportcsillagai közé. Az egykori válogatott kézilabdázó és a legendás futballista kéznyomatát is megörökítették az utókornak. Akkor még azt sem tudtam, hol van Békés Csaba, mert én Szabolcs-Szatmár megyébe születtem, és rögtön az első, akkor került fel a Békés Csaba NB1-be, az első bajnoki mérkőzésem már kezdő voltam. Hát ilyen nem fog előfordulni egyhamar, hogy megye másodosztályból valaki ide NB1-be kerül, és rögtön kezdő lesz. A városvezetés bízik abban, hogy az idei évben is hasonló teljesítményre lesznek képesek Békés Csaba sportolói, mint 2019-ben.